A koronavírus járvány miatt Csehországban már mindenkinek maszkot kell viselnie a közterületeken. Németországban, Jena városában hoztak hasonló intézkedést, Ausztriában pedig a boltokban és szupermarketekben kötelező maszkot viselni a vásárlóknak, ami szerdán lépett érvénybe. Ezzel védjük egymást, ez a legfontosabb intézkedés a járvány terjedésének megfékezésére, vélekedik egy fogorvos. Az egészségügyi világszervezet szerint csak a koronavírus fertőzötteknek és az őket kezelőknek kéne maszkot viselniük. A német Robert Koch intézet szerint azonban ez mindenkinek hasznos. A türingiai Jénában el is rendelték a maszk kötelező használatát közterületeken, és ugyanerre készülnek a Hessen tartománybeli Hanauban is. Lothar Wieler, a Robert Koch intézet elnöke azt mondja, a szájmaszk használata mások védelmére azért fontos, mert az megakadályozza a vírus szétfröccsenését, amikor viselője köhög vagy tüsszent. Jó néhányan viszont nem támogatják a maszkviselést, például azért, mert nincs belőlük elég a kórházakban. Hiány van a szájmaszkokból, fontos tehát, hogy ne beszéljünk kötelező maszkviselésről, előbb be kell szerezni őket, mondta Markus Söder bajor miniszterelnök. A WHO ügyvezető igazgatója Michael Ryan úgy foglalt állást, nincs bizonyíték arra, hogy a maszkviselésnek bármilyen pozitív hozadéka lenne a járvány megfékezése szempontjából.